a Skipper magazin együttműködő partnere, a Hanze Magyarország. A tavaszi időszakban nem tudtuk, hogy tarthatunk edzést vagy sem, de amint feloldották, mi voltunk az első klub Magyarországon, minden sportklub közül, akik már másnap edzést tartottunk. Mi nagyon nagy energiát fektetünk a vitorlázás népszerűsítésébe. Van egy olyan országos programunk, ahol az egész országból fogadunk osztályokat, óvodákat is, dolgozó csoportokat is, hogy megismertessük velük a vitorlázásnak ezt a formáját, ahogyan mi oktatjuk. Azok a gyerekek, akik rajtunk keresztül kapcsolódnak a vitorlázáshoz, én úgy gondolom, hogy megérzik annak a lehetőségét, hogy ez a sport lehet elérhető, hiszen nekünk nagyon fontos küldetésünk az, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük ezt a sportot. Úgyhogy olyan árakkal is dolgozunk, ami nagyon fontos. Én azt szoktam mondani összehasonlításképpen, hogy körülbelül amennyiért bérelsz egy vízibiciklit, annyiba kerül, vagy kevesebben állunk egy kétórás edzés. Most közel 60 hajónk van, és igyekszünk minél színesebbé tenni a hajókínálatot, hogy a gyerekek és a felnőttek is ugye a vitorlázás széleskörű képét kapják meg, nem csak egy hajóban üljenek ugye évekig, hanem minél több hajót próbáljanak ki. Mi Waldorf iskolások vagyunk, és a Waldorf iskolában minden évfolyamon az életkori sajátosságoknak megfelelően van egy komoly harci feladat, a Mihály napom. Ez úgy hívják, hogy bátorságpróba. És ennek a korosztálynak a bátorságpróbája az a levegővel kapcsolatos valamilyen megmérettetés, és ezért, mivel itt közel lakunk a Balatonhoz, ezért választottuk a vitorlázást, most már több éve próbálkozunk ezzel, és nagyon bevált. Igazából, amikor megtudtam, hogy vitorlázni megyünk, én nagyon örültem és vártam, igen. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és egy nagyon jó csapat építő, és jó dolog lesz ez. Remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat, és nem fogunk beborulni. Most ki kell önteni belőle a vizet, meg felállítottuk, és ketten fogunk menni ezen a katamaránon. Szerintem menni fog. Egy kicsikét izgulok, hogy bele fogunk borulni, de szerintem nem fogunk. Én körülbelül ilyenre számítottam. Azt hittem azért, kicsit féltem, hogy nagyobb lesz a szél, de jó volt nagyon. Apukám szeret vitorlázni, úgyhogy igazából a vitorlázás az benne van az életemben, és igazából tervben van, hogy ide is jövök még többször. Nekem nagyon tetszett, hát azt hittem, hogy egy kicsit erősebb lesz a szél, és gyorsabban megyünk. Szerintem azért megtanultuk a nagyon nagy alapokat. Nagyobb szélben szerintem izgalmasabb lett volna. Jó, nem kell semmit csinálni, nyugodtan húzd a kormány, most így meg tudod kerülni a bóját, húzod a kormány. Ez a vitorlázás, ez tényleg arról szól, mint amit mi kerestünk, tehát nem a pénzről, meg nem a luxus jachtokról, hanem azt az élményt adja a gyerekeknek, és azt a próbát és bátorságpróbát, amit mi szeretnénk, hogy megtapasztaljanak. Figyelj az orvitorlánál, a negatív szál ne fogjon! Van ifjúsági olimpiai hajóosztályunk már, és ebben az évben sikerült beszereznünk, van egy NAKRA 15-ünk, és ugye az ott a gyerekeknek, mint a kutyusoknak a jutalomfalat, hogy oda el akarok érni, tehát van motiváció bőven. Nálunk csak csapatvitorlázás van az elején, van egy személyes hajónk is, vannak lézereink is, aki már jártasabb és szeretné kipróbálni, kipróbálhatja, de nagyon erősítjük bennük a csapatszellemet. Vannak versenyzőink is, akiket úgy kell már edzeni, hogy magas színvonalon, de az is jó, hogy tehát az egészet összerakni, meg az egészet koordinálni, ezt nagyon élvezem. Tehát jó az egész, tehát ez az életünk most itt. Tehát a gyerekeink is itt vannak állandóan, mi is itt vagyunk. Tehát jó, nagyon jó. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.